Szerbia szerte megkezdődtek a közférában dolgozó személyek elbocsájtása, mivel a kormány meghatározta, hogy az önkormányzatok hány embert foglalkoztathatnak. A létszám csökkentést februárig kell elvégezni. A kormány létrehozta azt a törvényt, amely a közférában foglalkoztatottak legmagasabb számát határozza meg. Ez a rendelet szerepelt a községi képviselőtestület ülésén is, ahol elfogadásra került, amely a helyi önkormányzati rendszerben a határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatottak legmagasabb számát határozza meg. Ez a rendelet, amelyet a községi képviselőtestület hozott meg, pontosan meghatározza, a minden egyes szervezeti formát, amely a helyi önkormányzati rendszerhez tartozik, hogy hány határozatlan idejű, munkaviszonyban lévő foglalkoztatott lehet. Ezt a képviselőtestület meghozta. Ide tartoznak a szervezeti formák, amelyek a helyi önkormányzati rendszerhez tartoznak. Ezek a, Ez a közigazgatási hivatal elsősorban, a közszolgálatok, a közvállalatok és azok a gazdasági társaságok, amelyeket a község alapított. A pontosan meghozott szabályzatban meg lett határozva egyenként, hogy mekkora lehet a legmagasabb létszám, és ennek alapján minden közférához tartozó vállalatnak meg kell hozni egy szabályzatot. A szabályzat nem tartalmazhat több foglalkoztatottat, mint amit a rendelet előre lát. Ez folyamatban van. Minden besorolási szabályzat a községi tanács elé kerül, amely jóvá hagyja azokat, és utána lehet alkalmazni. Magyar Kanizsa önkormányzata már a tavalyi évben elkezdett ezzel a problémával foglalkozni, aminek köszönhetően nem kell elbocsátásokra számítani. A kormányrendelet 254 foglalkoztatottat engedélyezett, és ehhez képest Magyar Kanizsa községben 232 volt. Vannak vállalatok, akik már eleve kérték a foglalkoztatottak növelését, mint például a Kommunalac kommunális közvállalat, ahol az idei évben plusz négy szemét fognak még alkalmazni. Az önkormányzat igyekezett a munkahelyek átcsoportosítását megfelelően elvégezni. Ez egy folyamat, ugye, ami tulajdonképpen mindig is feladatként van előttünk, de azért mindenképpen figyelembe kell mindig is venni, hogy a törvényes kötelezettségeinknek azért eleget kell tenni. Na most egy példát mondhatok csak, hogy ha valaki elment nyugdíjba, akkor az helyet nem vettünk föl senkit. Hát ennek van pozitívuma és negatívuma is, ugye, mert a munkafeladatokat azért szét kellett osztani, és nem csak, hogy szétosztani, hanem el is kell végezni. A magyar kanizsai község igyekszik és igyekezett a feladatot a lehető legjobban megoldani, úgyhogy senkinek se kelljen megválni a munkahelyétől. Mivel kevesebb foglalkoztatottja van az önkormányzatnak, így egy váratlan esemény is tudnak szakembereket alkalmazni a jelentkező problémák megoldására.